Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan tudjátok elpusztítani a Minecraft világotokat 2 darab command blokkos parancs segítségével. Szóval tényleg nem is olyan nehéz ezt beüzemelni, 2 command blokkos parancs szükséges hozzá, mint ahogy azt előbb elmondtam. Tegyünk 2 command blokkot egymásra, ugye azt úgy tudjátok megcsinálni, hogy leraktok egyet, shifteltek, jobb klik, és itt a második. Az első commandot ide a legalsóba írjuk bele, tehát jelöljük ki az oldalon, Ctrl-C, beleírjuk, és még nem nyomunk semmit, csak annyit, hogy done. Aztán feljövünk a következőbe, ott a másodikat kimásoljuk, Ctrl-C, ide beillesztjük Ctrl-V-vel, done. Majd pedig visszajövünk az elsőhöz, és itt átváltjuk, hogy always active legyen, done, és le is generálódik a szerkezet itt előttünk. És nagyon fontos, hogy mindkettő parancs szükséges ugye hozzá, mert hogyha nem, akkor csak az egyik részét generálja le a szerkezetnek. Szóval akkor kezdjük is el ennek a bemutatását. Igazából annyi minden nem kell ahhoz, hogy el tudjuk pusztítani a világunkat. Lényegében van egy ilyen Pandora szelencéje, amit le kell majd raknunk, és akkor onnantól kezdve majd tudjuk aktiválni ezeket a pusztításokat. Na, ide kell jönni, hogy item receipts, és akkor itt kiírja, hogy mi kell a Pandora szelencéjéhez. Igazából egy láda, egy szószend és egy endstone. Igen, hogyha ezt Survivalben szeretnétek csinálni, akkor ez egy picit lehet, hogy nehezebb megszerezni, ugye az endstone miatt, mert akkor már lényegében majdnem ki kell vinni az egész játékot. De hát kreatívban pedig simán le tudjátok ugye hívni. Szóval egy chest, egy soul sand és egy end stone. Ezeket ugye most le is hívjuk gyorsan. End stone. És ahova szeretnétek, hogy az a láda kerüljön, oda kell kidobni ezeket a cuccokat. Szóval én most ide kidobálom. Így, és meg is jelent a láda. Én kreatívban fogom nektek bemutatni ezt az egészet, mert nem szeretnénk meghalni minden egyes pillanatban konkrétan. Szóval jöjjünk ide, és ugye még így az elején nem veszünk észre semmit, csak annyit, hogy konkrétan pártikodok szállnak a láda körül. Na majd, ha kinyitjuk, akkor már történnek dolgok, ahogy látjátok, beszédülünk meg minden egyéb, és ilyen Pandora block spiriteket el kell kapnunk ahhoz, hogyha ezeket kidobjuk, akkor különböző pusztítások mennek végbe majd a mi kis pályánkon. Ugye látszanak a halálfejek ott konkrétan a blokkoknál. Ugye ezeket meg kéne várni, hogy leessenek, mert mit tudom én, de hát én most nem igazán fogom őket megvárni, ahogy látjátok, inkább felszélgetem, kész, és megduplázzuk. Szóval a pusztítást úgy tudjuk elkezdeni, hogy kidobunk ebből egyet. Ó, ez most pont nem olyan pusztítás volt, ez most csak ilyen endermenes hülyeség. Na ez az, amit utálok, mert szerintem tök fölösleges, és el sem pusztít semmit. Jó, örülök, hogy megálltál. Akkor most visszajövünk a ládához, és még egyet ledobunk, remélem, hogy nem ugyanezt fogjuk kapni. Ó, nem. Nem. Hát itt már mások lesznek. Igen, be is laggoltunk egy pillanatra. Gyerekek, ez történt. Szóval becsapódott egy meteor. Megkezdtük a pusztítást, én a mondó vagyok. Szóval akkor dobjunk le még egyet, kíváncsi vagyok. Ez egy creeper. Szépen ezt a creepert szerintem toljuk bele a tűzbe. Hát nem robban fel, ugye? De hát ha nyilván, ha mi a survivalben lennénk, akkor nem tudottan lenne jó, hogyha ez felrobbanna mellettünk. Akkor dobjunk még egyet. Most próbálom majd az összeset konkrétan bemutatni, ami létezik. Hát igen, ő ilyen rossz bájtalakat dobálna ránk, de hát most ez sem lényeges. Igen, ez egy nagyon fura, tehát ez az egyik legfurább, főleg, hogyha survivalben vagyunk tényleg, mert akkor végünk van konkrétan egy ilyen mob támadástól, csak hogyha nincsen valami nagyon jó szettünk. Te mi vagy? Te olyan mutáns vagy, mint én a tegnapi videóban. Ezt megölni, az szép munka lenne szerintem. Akkor dobjunk még egyet, ennél sokkal jobbak is vannak, úgyhogy nem értem, hogy pontosan miért ezeket dobálja ki. Ó, igen, Pandora rémáma. Hát ez szuper. És ez egy boss. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy fogjuk megölni. Sehogy. Úgyhogy a videó hátralévő részében ez ott fog maradni. Most itt nem jött semmi. Ó, csak belaggolt. Akkor lehet, hogy valami nagyon nagy dologra készül. Igen. Azt hiszem megvan.
Szerintetek is megvan, hogy mire készült? Szerintem igen. Aha. Szóval ránk dobott most egy ilyen homoktömeget. Ó, homok is, utána lett endstone. Na, gyerekek, így kell endstone szerezni, meg is van. Csak az a baj, hogy előtte ugye kell ez a szerkezet. Mintem kicsit távolabb menjünk ettől az egésztől. Dobjunk le még egyet. Most jött egy kis TNT. Ugye, hogyha megöljük ezt a papagájt, akkor ez a TNT elvileg anélkül is felrobban a TNT, azt hiszem, hogy a papagájt megölnénk. De hát megöli a papagájt. És közben kaptunk egy ilyen Pandora's Hope-ot. Ugye eldobtuk ezt az öt cuccot, szóval megkaptuk a Pandora's Hope-ot, ami annyit takar, hogyha... Ott a láda. Szóval, ha megtaláljuk a ládát, akkor ugye ezt rá kell dobni, és eltűnik a Pandora szelencéje. Tehát mi ezzel fogunk szórakozni, tehát nehogy már eltűnjön a dolog. Ajaj. Aha. Az tök jó. Hát köszönjük szépen. ez nagyon jó volt. Ledobunk még egyet. De már Pandora az még egy Nightmare. És felrobbant a TNT, és nem történt semmi. Jó, nem baj. Nekünk nem baj, legalább nem pusztítja jobban a világot. Így is eléggé szerintem el fogjuk pusztítani. Aranyblokk, na a gyerekek, így gazdagodjatok meg Minecraftban, ez is egy nagyon jó cím lenne szerintem. Még egy szörny, gázt. Hát, igen, és most robbant fel a TNT, és megmurdált a még kis papagájunk. Szegény papagáj. És annyit kell tudni erről az egy parancsos, vagy hát két parancsos szerkezetről, hogy 80%-ban rossz dolgot ad, és 20%-ban jót, szóval tud jót is adni, de inkább rosszat ad, tehát semmi kétsége felől. Aha. Aha. És ezek még buggolnak is. Na hát ez csodás. Jó kis laggoltató pluszba. Ezek ilyen újabb dekorációk, meg ilyenek. Hát ez tök jó. Csak nem tudom, lehet, hogy megölne minket, hogyha pontosan... Hát igen, itt már áldozatokat követelt. És ez nem tudom, hogy mi az Isten. Oké, hát most arra befejezte, úgyhogy végül is jó. Akkor nézzünk még egyet. Ó, igen, ez is az egyik kedvencem, hogy lávákat bedobál, és ahol mi voltunk, oda pedig slime-ot. Szóval legalább így megvéd minket. És dobjunk akkor ide még egyet. Ó, hát ez nagyon szuper ez a kombó. De van olyan is, amikor felgyújtja az egész körülöttünk lévő. Atya úristen! Az kemény lett volna, ha a Survivor-be berobban. És ez így hol robbant? Tehát, hogy így, hello? Csak egy darab robbant föl. Az mondjuk érdekes. Aha, igen. Ez is nagyon jó. Tehát legalább lesz kajánk. Hogyha a Survivor-be játszunk. Igen. Hát ez csodás, gyerekek, egyre csodásabb ez a mód. Kaptunk még egy Pandora's Hope-ot, vagy Pandora reményét, de hát az elpusztult ebben a meteorban. Úgyhogy már nincs remény. Ja nem, itt van. Itt van még egy remény. De a chestre kell ugye dobni az, hogy működjön rendesen. Ah, még egy TNT. Ó, nem csak egy. Több. Sok. Nagyon sok TNT. De legalább nem robbantja be a izét. Csak maximum megölne. Tévedtem. Igen, hát azt hittem. Tehát az elején úgy tűnt. Na, adjatok. Na hát ez tök jól elpusztítja a világunkat. Remélem még vagy 100 milliót lepakol ide TNT-ből. Ezt megvárjuk. Tehát lehet, hogy nagyobb robbantások lesznek, mint a TNT dimenzióban. Hát nem gond. Mi ráérünk, tehát az a lényeg. Aztán ezt végső várjuk meg, mert lehet, hogy ez végtelen ideig tart, és hát ezt nem biztos, hogy meg szeretnél várni. Úgyhogy menjünk tovább inkább. És hát itt, itt nagyon üres a terület, szóval lehet, hogy ide még kellene egy valami. Nem tudom mi, mert hát nagyon, nagyon üresnek néz. Az csak Thunderstorm volt, ez semmi. Na, valami keményet. Ó, ez pont egy szerencsés volt, egy gyémánt. Igen, ez pont szerencse volt. Na, valami szerencsétlent. Add be! Eltűnt, de nem történt semmi. Ez nem tudom, hogy mennyiben rossz. Oké. Szerintem akkor haladjunk még egyel, tehát ide ledobunk még egyet. Hát úgy megint semmi. Bár mondjuk lehet, hogy egyszerre fogja az összeset lepakolni. Ami egy Nightmare. Nem, itt most dobott egy gyémántot. Szóval nem tudom, ez az előző kettő ez fura módon nem működött. Akkor egyet ide. Mit szólsz hozzá? Ide. Téged lerakunk.
Oh, help me please! Hát hallj is meg, menj innen. Nem segítünk neked, haver. Megint egy... Ó, mi ez a sok gyémánt? Hát ennyire elárasz minket gyémánttal? Én nem szeretném. Én azt szeretném, hogy pusztítást végezzen. Hát ez a videó címe. Azért mondom, hogy pusztuljon minden. Pusztuljon az egész világ. Már így is elpusztult a fele, úgyhogy... A TNT-k még mindig a működésben vannak, úgyhogy oda nem megyünk. Maradunk ezen a kis placon. Na, ez is egy nagyon jó, igen. Tehát ez a leghatékonyabb pusztítása ennek az egésznek. Kaptunk még egy Pandora's hópot, úgyhogy ezzel majd a ládát tényleg most már szét kéne valamikor szedni. Szóval ez egy ilyen végtelen ideig működő féreg, vagy valami hasonló. Mert hogy ez szépen, nagyon, nagyon szépen, hát jó, mondjuk nem végtelen ideig, de a bedrockig biztos. Tehát ez szétkúrja az egész világunkat szó szerint, úgyhogy... Úgyhogy nagyon jó, van olyan, ami amúgy az egész, tehát hogy így két oldalt elindul, és akkor pusztítja az egészet. Ez most pont nem olyan volt. Aha, Evil Gen, szóval ő is nagyon jól megtámadna minket, de most szerencsére nem. Ne már, nyánket, Jézusom, gyerekek, itt baj van. Ó, igen, ez is még egy nem látott dolog. Itt szépen pakolgatjuk, tehát amennyi van, én azt mind beszeretném mutatni, mert azt hiszem még mindig nem volt az összes, de szeretném, hogy az összes legyen. Jaj, ez már volt. És abba maradt a TNT. Látjátok, mekkora pusztítás? Most maradt abba. Akkor látjátok, hogy most mekkora pusztítást végzett? Nagyon jó. Aha, megint ez a jó kis erdő, hát ez pont hiányzott nekünk így ma. Jó, ezt se várjuk meg, engem nem érdekel, gyerekek, ezt nem. Tehát meleget vártunk. Most nem várunk. Ó, megint csak egy villám volt. Mik ezek, gyerekek? Ilyen lightos cuccokkal dobálnak minket. Gond van, nem történik semmi. De mégis történt. Aha, most ez egy picit nagyobb, mint az eddigi jelke, ha elnézem. Ja, nem ugyanakkora. Jó. Csak mondjuk most picit másabb helyen. De hát jó az itt, hát persze, hát nekünk ez tökéletes. Igen, ez is nagyon jó. Szóval így tényleg jó kis pusztításokat lehet vele végezni. És most kaptunk aranyat. Sok aranyat, nagyon sok aranyat. Igen, aranyjá változott a világunk konkrétan. Ó, megint szegény papagáj. Nem akarom ezeket a papagájokat kínozni, én szeretem a papagájokat. Ne kínozd a papagájom, őt kínozd, ő rohadék Enderman. Azt nem szeretjük viszont. Nyánket, Jézusom. Jó, srácok, szerintem akkor pusztítsuk el Pandora ládáját, már ha megtaláljuk. Mondjuk ott a szerkezet, akkor itt a láda. Szépen fogod. Rádobod. Így. Aztán viszont hallásra, ennyi volt Pandora szerencéjéből. Bőven elég is volt szerintem. Úgyhogy, hát srácok, nézzétek meg a pusztítást. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó. Ha így jön, azt jelezd egy like-al, iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!